Sziasztok, szevasztok, ez itt a George Architektív, és akkor ahogy ígértem, ugye a Fallout 76-nak a moddolásáról fogok majd nektek itt egy kis bemutatót tartani. Tehát a kezdetén ugye maga a Fallout 76 is ugyanazon a rendszeren épül fel, mint a Fallout 4. Tehát, hogyha letöltesz egy modot manuálisan, mert még egyelőre úgy néz ki, a Fallout 76-hoz csak manuálisan tudsz letölteni, tehát kézzel, ugye egy becsomagolt fájlt kapsz, amit ugye a játéknak a könyvtárával a data létbe fogsz majd tudni bemásolni. Illetőleg ugye létre kell hozzá egy Fallout 76 Custom Init, amivel ugye megadod majd az elérési utat, illetve hogy azt a modot használja. Na most a Fallout 76-nál ugye valamelyik jó kis modder megcsinálta nekünk ezt a Fallout 76 Mod Manager-t, és ezt letöltve, ugye itt mondom, a Nexus módon fogjátok megtalálni, a Fallout 76-os részben bemásoljátok majd ide a gyökérkönyvtárba és elindítjátok. Ugye itt mindig ki kell választani, hogy hol található a játéknak a gyökérkönyvtára, illetőleg azon belül ugye a data rész. Szépen kiválasztjátok, data, oké. Okay. És ez a felület fog majd megjelenni. Ugye én már egy pár modot ugye direkt összegyűjtöttem nektek, ami biztosan működőképes. Nem túlzottan bonyolult a kezelése. Ugye az első részét felül ugye azon, hogy hol találhatók ezek a modok. Ugye ez a mods uncheck, ugye ezzel tudod bepipálni az összes modot, illetve kipipáltatni. Ugye itt vannak szépen felsorolva ezen az oldalon a modok. Az install mod az, amikor szépen fel akarsz rakni valamit. Ugye ez a kis program azt csinálja, hogy automatikusan kicsomagolja ezt a fájlt a data Fallout 76-nak a data könyvtárába, illetőleg beleírja a Fallout 76 custom id-be az elérhetőségét, illetőleg a mod nevét és hasonlókat, ért, hogy honnan tudja majd elindítani a program. Ugye itt van ez a OK Improved Makers, ugye ezt kiválasztanám, megnyitás, és szépen egy ilyen batos ablakba beilleszteni a játékba, és utána végén ugye itt jelennének meg egymás után. Miután ugye eldöntötted, hogy melyik módodat szeretnéd használni, bepipálgattad őket, vagy ugye ez az Insta módra betetted őket, akkor mindig erre a Save Settings-re kell rányolni, majd a Launch Fallout 76-tal fogod tudni elindítani a játékot. Ezzel található egy ilyen kis tweak, ugye ki is próbáltam már ezt is ilyen gyengébb gépeken, ugye kiveszi az intrót a játék elejéről, kikapcsolja a blur, kikapcsolja a depth of field-et, tehát a látótávolságot, kikapcsolja a vészinket, vagy eltünteti a füvet. És mindegy, hogy melyiket veszed ki, mindegyik elég jó kis FPS növekedést biztosít. Most nem azt mondom, hogy eszméletlenül nagyot, egy pár FPS növel. De hát minden gyengébb gépnél ugye még egy FPS növekedés is sokat jelent. Akkor van egy ilyen Contour Tweaks, ez a Fix on Y Sensitivity. Én ezt nem kapcsolnám, mert aztán teljesen beültől a zegér, tehát össze-vissza fog csápolni a képernyőn. Viszont ez a Mouse Accuration, az ugye ez működik, ezt érdemes. Akkor van ez a Developer Tool, itt meg tudod nézni, hogy esetleg mivel van gond, illetőleg ugye le tudod fordítani ezeket a becsomagolt modokat, de hát én valószínűleg nem fogom sose használni, mert szerintem ti se. Jó. És akkor nézzük meg, hogy milyen modokat találtam, direkt mondom, átnéztem, hogy melyik azok a modok, amik működőképesek. Egyetlen egy nagy gond van, hogy ugye amikor megjelent a játék, akkor nagy volt a lelkesedés, egy csomó módot föltettek, és azóta nem is frissítették. És azok a modok ugye most már nem működnek. Tehát én legalábbis ezt a 4-5 modot találtam, ami biztosan működőképes. Tehát az első ez a Occas Improved Makers, amikor is pirosra változtatja a küldetések ellenőző pontjainak a színét, illetőleg ugye az eventeknek a előző pontjainak a színét. És szerintem ez nagyon-nagyon jó, mert jobban előtt, mint a sárga szín, tehát sokkal könnyebb őket megtalálni. Akkor a második, ugye az a CBB, ugye volt a Fallout 4-hez is, nem az a lényeg, hogy perverszkedjünk, hanem hogy normálisabban nézzenek ki a karakterek, és minél normálisabban néznek ki a karakterek, ugye annál reálisabb lesz a játék, annál élvezhetőbb, legalábbis ez az én véleményem, akinek érdekli, hogy ez felteszi magának ezt a modot. Akkor van ez a Glowing Items, ez annyit csinál, hogy az összes tárgyunkat
illetve ilyen felszedhető kemet, vagy bármit, ugye zöld színűre fest, és hát ilyen glowingra, ilyen világítóra. Annyit fogok javasolni ezzel kapcsolatban, hogy ha manuálisan letöltötted, akkor ne az egész fájlt rakd föl ebbe a menedzserbe, ezzel az install moddal, hanem csomagold ki és egyenként rakosgass be ide, mert ugye minden egyes tájra ad, vagy 10 fajta szint, amit ki lehet választani, és innentől kezdve az annyira tele lesz itt a legvégéig, hogy egyszerűen, mivel nem nagyon van lehetőség ugye itt tekergetni itt a zegérrel, vagy a billentyűzettel leföl mozgatni a listát, ez itt, ez alatt itt el fognak tűnni. És ezeket pedig, amik ugye csak egy-egy fájlból állnak, azokat nem fogod látni. Nem fogod megtalálni. Na, akkor tovább. Van ez a papír, szerintem ez a legjobb. Tehát én, amit idáig találtam, itt kiválasztottad, hogy neked a melyik színpi az a csomag, meg gondolom, ti is jártatok már úgy, hogy amikor meghaltatok, vagy ledottatok a társatoknak valamit, a csoporttársatoknak, akikkel együtt voltatok, vagy egyszerűen azt a kis papír csomagot nem találjátok meg ott a fűbe, vagy éppen ott, ahol meghaltatok, és ez ugye kicseréli ilyen dobozokra a kis papír festinket, vagy ezt a papír csomagot, és azért ezt mégiscsak könnyebb észrevenni, és tényleg tökéletesen működik. Tehát én ezt raktam föl, ezt a narancsárga színű ilyen vautos ládát, tényleg nagyon frankó látható. Tehát, hogyha esetleg meghalok, vagy adok a társamnak valamit, akkor ezt kiszúrni ott aztán már nem nehéz. Ugye annyi az egész, ugye ezekkel a modokkal kapcsolatban, hogy meg kell jegyezzek, hogy mivel ugye ez egy online játék, és online is frissül, ezért az, ami modot felraksz magadnak, azt csak te látod egyedül. Tehát ez nem vonatkozik semmilyen csapattársadra, vagy másik playerre, ők nem fogják látni a te modjaid, amiket föltettél, hanem ezt mindig úgy kell elképzelni, hogy mindig amiket fölteszel, az csak a te szemszögedből látszódik. Ezért, hogyha például azt szeretnéd, hogy a csapattársad is lássa ugyanúgy ezeket a ládákat, ezeket, például ezt a papírbeget, amit fölteszel, ugye akkor a kis társadnak, a csapattársadnak is föl kell tegye ezt a modot, és akkor tudod minden kettőtöknek a szemszögéből, ugye így fog majd kinézni ez a papírbeg, tehát ez a kis papírtáska, amiben kidobjátok a cuccaitok. Na, hát körülbelül ennyi a modolás, mert tényleg nem nehéz. És miután mondom felraktátok, csak rájöntök a Launch Fallout 76, és el is indul a játék, és tökéletesen működnek a modok. Ügyesen megcsinálta a moddel ezt a mod manager, sajnos mondom, nem mindegyik mod működik, de hát ha majd beindul, mert mondom, hogy elindult egy ilyen folyamat, úgyhogy hát ha majd egyre többet fognak majd feltenni, és egyre többet fogunk majd tudni használni. Úgyhogy akkor használjátok egészséggel, és akkor ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, azt a kis csengőt ugye pipáljátok be, hogy a legújabb videóimra kapjatok értesítést, és akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok!